Ne légy passzív. Mi a baj a passzivitással, kérdezheted. Kinek van kedve egy meleg nyári napon felállni a nappaliból, otthagyni a kedvenc könyvét vagy sorozatát és kimenni a kertbe? A passzivitás rövid távon kétségtelenül kényelmesebb és kifizetődőbb, de hosszú távon már kevésbé. A passzivitás, amikor hagyod, hogy történjenek a dolgok, hogy megtörténjenek, hogy csak sodorjanak az események, amikor nem kezdeményezen, nem veszed a kezedbe az irányítást. Hosszú távon azonban a passzivitás egy olyan alattomos ellenség, ami kifosztja az életed. Megfoszt az álmaidtól, a céljaidtól, a küldetéseidtől, megfoszt a növekedéstől és a prosperitástól. Ráadásul nem annyira szembetűnő. A passzivitás a kapcsolatokban magányossá, befelé fordulóvá tesz. Amikor azt várod egy társaságba, hogy más menjen oda hozzád, amikor nem válaszolsz az üzenetekre, nem hívod fel a barátaidat, nem hívod vissza azokat, akik téged hívtak, amikor nem fektetsz az emberi kapcsolataidban, akkor ennek egyenes következménye az, hogy magadra maradsz egy idő után. A mindennapi életben is a passzivitás megfoszt a növekedéstől, és attól, hogy elérd a vágyaidat, álmaidat. Néhány éve költöztünk vissza az otthonunkba, és akkor már megvoltak a terveim, hogy milyen kertet is szeretnék. De mivel azóta is csak a terveknél maradtam, a kert ugyanolyan változatlan. Azt mondja a példabeszédek 24. Nem szánt ősszel a rest, de ha majd aratni akar, nem lesz mit. Amikor passzívak vagyunk, egy idő után azzal kell szembesülnünk, hogy hiába vágyunk dolgokra, hiába szeretnénk elérni dolgokat, célokat, nem lesz mit arassunk, nem lesz mit megragadjunk a jövőben, nem lesz meg, nem lesznek meg az álmaink. A lelki életben még veszélyesebb a passzivitás, mert nem csak stagnáláshoz, hanem visszafejlődéshez vezet. Amikor nem olvassuk az igét, nincs bennünk vágy arra, hogy dicsérjük Istent, nincs bennünk vágy a közösség gyakorlására, nincs bennünk vágy a gyülekezetre, amikor nem imádkozunk, mert azt mondjuk, hogy eddig sem hallgatta meg Isten az imáinkat, és különben is nincs semmi értelme annak a hatalomnak a gyakorlásának, amit Jézus megszerzett nekünk, mert vagy működik, vagy nem. Ez passzivitáshoz vezet, ami az ellenségnek nagyon kedvez. Azt mondja a zsidókhoz írt levél a 6. részében Isten igéje, hogy ugyanazt az igyekezetet tanúsítsuk mindvégig, amíg a reménység be nem teljesedik. Hogy ne legyünk lestek, hanem kövessük azokat, akik a hit és a türelem által öröklik az ígéreteket. Ne legyünk restek, ne legyünk passzívak. Ugyanazt az igyekezetet tanúsítsuk mindvégig. Sőt, hogyha többet szeretnénk elérni, akkor legyünk még aktívabbak, és még nagyobb igyekezettel ragadjuk meg a dolgokat. Mert az ígéretek, azok az ígéretek, amiket Istentől kaptunk, csak abban az esetben lesznek valóságá az életünkbe, hogyha a hit és a türelem által cselekszünk, teszünk azért, és megragadjuk ezeket az ígéreteket. A többi csak egy illúzió. A valóság az, hogy amit vet az ember, amiben fekteti az idejét, az azt tudja aratni, és azon a területen lesz növekvő és prosperáló az élete. Ne légy passzív. Ha szeretnél elérni dolgokat, ha szeretnéd, hogy kiteljesedjen az életed, és mindaz, ami potenciálisan benned van, valóságá váljon, akkor ragad meg a kezdeményezést, és azon a területen, ahol változást szeretnél, változást remélsz, azon a területen fektesd be, és tegyél, cselekedj még ma.